A Kátai Gábor Kórház igazgató testülete Kátai díjat adományozott dr. Kapusi Lajos főorvos részére, megköszönve több évtizedes munkáját, elhivatottságát, a betegekért folytatott tevékenységét. A főorvos úr már egyetemi tanulmányai előtt is a kórházban dolgozott műtősegédként. Orvosi diplomáját 1983-ban, traumatológus szakvizsgáját 1989-ben szerezte meg. 1975-ben én leérettségiztem a gimnáziumba, és orvosegyetemre jelentkeztem, ahova nem vettek föl. És ugyanennek az évnek a szeptember 1-én én már itt dolgoztam a kórházba, akkor még műtőssegédként. És nekem nagyon-nagyon megfogott ez a közeg, és bár akkor tényleg a legaljáról ismertem meg az egészségügyet, nagyon-nagyon, tehát még jobban inspirált arra, hogy az eredeti elhatározásomat beváltsam, tehát hogy orvos legyek. Aztán elmentem dolgozni egy rövid időre Debrecenbe, azért, mert előkészítőre jártam, de hát sajnos ez sem volt elég ahhoz, hogy másodszor is fölvegyenek, úgyhogy ismételten visszakerültem ebbe a kórházba, és hát egy harmadik nekirugaszkodásra kerültem el az egyetemre. Számtalan nagyon-nagyon nagy emberrel ismert meg, vagyis én ismertem meg, és örülök, hogy velük, hogy együtt élhettem velük, együtt dolgozhattam. Nem szeretnék különösebben nagyon senkit se kiemelni, néhány nevet azért csak azért megemlítenék, és mindenki mástól elnézést kérek, akinek most nem mondom el a nevét. Legelőször is dr. Mikola Zoltánt szeretném megemlíteni, aki akkor volt a kórház főigazgatója, illetve akkor még igazgatója, amikor én műtőssegédként dolgoztam. Úgy mentem el a kórházból, hogy ő ígéretet tett arra, hogyha elvégzem az egyetemet, akkor visszavesz ebbe a kórházba. A sors nagyon-nagyon csúnya fintora volt, hogy én első vizsgámról mentem haza, és itthonról szüleimtől kaptam egy levelet, amit elolvastam, és abból az állt, hogy Mikola Zoltán nagyon-nagyon fiatalon eltávozott. Aztán szeretném megemlíteni dr. Nagy Sándort, aki éveken keresztül az én főnököm volt, akinek a humora, a hozzáállása, a betegekhez való viszonya, ennek számomra mindig példa volt, és én szerettem volna olyan lenni, mint ő. Én nagyon-nagyon szerettem, és tudja nagyon jól, és nagyon tisztelem dr. Zsembeli József igazgatórat, aki tulajdonképpen az én első igazgatóm volt, és hosszú éveken keresztül töltötte be ezt a címet. De mondom, nyugodtan mondhatom a kollégáimat, orvos kollégákat, nővéreket, műtősnőket, műtősfiúkat, mert én azt gondolom, hogy ők, és most ők névtelenek, mert nem mondom el mindenkit, hónap reggelig beszélhetnék, hogyha mindenkinek ezt meg kellene köszönni, de ők nekik is nagy elismerésük, hát benne van az ő elismerésük is ebben a díjban. És hát persze természetesen köszönetet kell mondanom a saját családomnak, akik sokszor kénytelenek voltak elviselni azt, hogy több időt töltöttem bent ebbe az intézetbe, mint otthon. A fiaim meg is jegyezték, mikor már úgy nagyobb bacskák voltak, hogy nem sok ilyen őrült ember van a világon. Ők aztán ezt nem csinálnák, hogy éjt-nappal látéve, meg még ünnepeken is dolgozni menjenek. De hát végül is elviselték ezt a dolgot, és nagyon nagy boldogságom, hogy végül is ők nagyon tisztességes, becsületes emberekké váltak, és dolgoznak a saját szakmájukba. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, nagyon örülök ennek az elismerésnek, és még amíg itt töltöm ezt az időt, megpróbálok megint még megfelelni annak. 2006-tól több mint egy évtizeden át orvosigazgatói feladatokat is ellátott, és megbízott osztályvezetőként a sürgősségi betegellátó osztályt is irányította. Tudását szívesen adta át a fiatalabb orvosok, ápolók részére egyaránt. Szakmai munkáját számos elismeréssel, megyei díjjal jutalmazták. Az az igazság, hogy nagyon örülök neki, mert én mindig is úgy gondoltam, hogy kaphat az ember bárhonnan, bármilyen messziről és nagyobb és egyre nagyobb társulásoktól bármilyen fajta díjat, akkor is a legszebb és a legjobb az, amikor az embert ott ismerik el, ahol dolgozik. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, tényleg meg is vagyok hatódva, nehezebb is beszélni most, mint bármikor máskor,
örülök, hogy a kórház vezetése érdemesnek tartotta arra, hogy kátai díjas legyek.